Egy olyan imádságot hoztam a mai alkalommal, ami nagyon megérintett nem is olyan régen, hiszen nem nagyon fedeztem eddig föl, egy nem olyan régi időszak, amióta én erre rábukkantam, mert nem egy átlagos imádság. Egy nemzetiségi táblázat közben hangzik el, Jábes vagy Jábéc, kétféleképpen is ejtik, imádsága. Krónikák első könyve, 4. fejezet, 9. és 10. versét szeretném olvasni. Kérlek, hogy keressétek ki Krónikák első könyve, 4. fejezet, 9. és 10. versét. Míg kikeresitek, addig szeretném elmondani, hogy Jábéc vagy Jábes egy nemzetiségi táblázat kellős közepén jelenik meg, és összesen ebben a két versben szinte az egész életvezetését megismerjük, és azt az imádságot, amit én mintának tartok saját magunk számára, és ezért gondoltam, hogy ezt megosztom veletek, hogy hogyan is érdemes imádkozni, és milyen kéréseket jó a Jóistennek föltenni. Tehát olvasom az alapigénket. Jábes pedig testvéreinél tiszteletre méltóbb volt, és azért nevezte őt az ő anyja Jábesnek mondván, mivel hogy fájdalommal szülém őt. És Jábes az Izrael Istenét hívta segítségül mondván, ha engem megáldanál, és az én határomat megszélesítenéd, és a te kezed én velem lenne, és engem minden veszedelemtől megoltalmaztál, hogy bút ne lássak, vagy úgy is mondhatnánk, hogy vajha vagy bácsak megáldanál, határomat megszélesítenéd, és a te kezed én velem lenne, és engem minden veszedelemtől megoltalmazzál, hogy bút ne lássak, és megadta Isten néki, amit kért. Ennyit tudunk meg Jábesről és az ő imájáról, de ebben egy egész világ benne van, azt gondolom. Jábesről azt tudjuk meg, hogy az édesanyja nevezte el. A korabeli szokások szerint mindig az atya, az apa feladata volt elnevezni a gyermeket. Ebből kiderülhet számunkra rögtön az első dolog Jábesről, hogy ha az édesanyja nevezte el, akkor valószínűleg az édesapja meghalt már, mire ő megszületett. A másik, amit megtudunk, hogy voltak testvérei, mert úgy szól a szöveg eleje, hogy testvéreinél tiszteletre méltóbb lehetett. Márpedig, ha testvérei voltak, és az édesanyja nevelte, akkor valószínű, hogy nem valami könnyű helyzetben lehetett, és valószínűleg egy nehéz életkörülmény között indulhatott az éli élete, hogy utána milyen volt, ezt nem tudjuk, de biztos, hogy nem egy egyszerű gyerekkora volt. De ennél sokkal fontosabbat is megtudunk róla. Az, hogy tiszteletre méltóbb volt a testvéreinél. Más fordítás szerint így is visszaadja a görög szöveg, hogy kiemelkedett testvérei közül, mert mindenki nagyra becsülte. Kiemelkedett, mindenki nagyra becsülte. És itt meg is állunk, mielőtt a kérésére térnénk, hogy mit is jelent az, hogy tiszteletre méltóbb, nagyra becsült volt, mert mindenki nagyra becsülte. Ha valaki kiváló vagy kiemelkedő személyiség, annak milyen okai vannak? Akkor szoktunk valakit nagyra becsülni vagy tisztelni, ha tiszteletre méltó. Vagyis valami olyat tett le az asztalra, így szoktuk mondani, ha olyan tettet hajtott végre, ha olyan magas a képzettsége, műveltsége, akkor, hogyha a tudása, a gondolkodásmódja kiválik a többiek közül, hogyha nem olyan a beszéde, mint amit megszoktunk, hanem annál valami sokkal érzékenyebb, finomabb lelkiségről árulkodik, hogyha az egész magatartása, emberekhez való viszonya, olyan, hogy az őt tiszteletre méltóvá teszi. Milyen érdekes, hogy Jábeszről nem írja azt, hogy a testvérei féltékenykedtek volna, vagy irigykedtek volna arra, hogy őt tisztelik a többiek is, sőt, ők maguk is nagyra becsülték és tisztelték. Miért? Mert valószínűleg, hogy őket is mindenben segítette, támogatta. Valószínűleg, hogy nem ő se féltékenykedett rájuk, és amiben lehetett, számíthattak rá. Ja, megbecsülés. Ha csak azt a szót figyeljük meg, hogy becsület, mi mindent foglal magában? Magában foglalja azt, hogy számíthatok rá, hogy megbízhatok benne, hogy igaz valaki, hogy szava hihető, hogy amit mond, az úgy van, hogy tisztességes minden tekintetben, hogy egyenes, hogy őszinte. Ez mind-mind benne foglaltatik abban, hogy valaki becsületes. És ha becsületes és megbízható, akkor lesz mások számára is nagyra becsült.
Benne foglaltatik a bölcsesség is. Ha valakit tisztelünk, akkor tiszteljük azt, amit ő mond, az ő gondolatait. Mert azt mondjuk, hogy ehhez az emberhez érdemes fordulnom, mert olyan dolgokat tár elém, vagy úgy tud segíteni az én élethelyzetemen, ami nem hétköznapi, mintha ez valahonnan fölülről jönne, fölülről származna. Úgy is mondhatnám, hogy erkölcsi alapot biztosít ahhoz, hogy őt tiszteljék, vagy szeressék, és megbecsüljék. Ugye nem akárkinek adunk bármilyen tiszteletet. Szokták a gyerekeknek mondani, hogy hát miért nem tiszteled a felnőtteket, vagy miért nem becsülöd. Ahhoz, hogy tisztelni lehessen egy felnőttet, ahhoz úgy kell viselkedni annak a felnőttnek is. Annak etalonnak kell lennie, mintának kell, példának kell lenni. Olyan kell, hogy legyen a szorgalma, az odaadása, amilyen lelkiismeretesen végzi valaki a dolgát, amilyen az egész lelkisége, amilyen a kapcsolata más emberekkel. Én azt gondolom, hogy rögtön az első, amit megtanulhatunk Jábectől vagy Jábéctól, ez, hogy ő tiszteletre méltó volt a szavaiban, a gondolkodásmódjában, a beszédében, az egész erkölcsi magatartásában, az emberekhez való viszonyában, hogy mindig lehetett rá építeni, számítani, hogy azt is elmondhatjuk róla, hogy szavahihető lehetett és igaz módon élhetett. De akkor ez honnan származott, ez a sok-sok jó? Hát onnan, hogy a Biblia és a Szentírás egyenlőségjelet köt a siker, a megbecsültség és az Istennel való kapcsolat között. És itt most nem a földi értelemben vett sikerre gondolok, hanem a lelki életben való sikerességre és megbecsültségre. Az Istennel való szoros kapcsolata tette őt alkalmassá arra, hogy az emberek megbecsüljék. Kérdés az, és itt mindenki magát kell, hogy megvizsgálja, minket becsülnek-e az emberek? Mernek-e hozzánk fordulni, tanácsot kérni? Kívánják-e az Istentől jövő bölcsességet, hogy az világosítsa meg nekik azokat a dolgokat, amiben ők még botorkálnak? Vajon megbíznak-e bennünk? Szavahihetőnek tartanak-e bennünket? Olyan-e a magatartásunk, ami vonza magunkhoz, illetve a Jóistenhez? Mert a Szentírás azt mondja, hogy ha azt szeretnénk, hogy megbecsüljenek, akkor rendezni kell az Istennel való kapcsolatunkat. És hogyha rendezzük az Istennel való kapcsolatunkat, akkor valószínűleg el fogunk jutni arra a pontra, hogy emberi és szakmai alázat is fog bennünket jellemezni, mint ahogy gondolom ezt a férfit is. Emberi és szakmai alázat. Nem kérkedik, nem büszkélkedik arra, hogy mit tud vagy mit ért el, hanem teszi csendes módon a maga, vagy éli csendes módon a maga életét, teszi a dolgát, anélkül, hogy másoknak felhívná a figyelmét, hogy nézzetek ide, én vagyok, és figyeljetek rám, hogy én milyen kiváló vagyok. Azon kívül, akinek az Istennel rendben van a kapcsolata, az nem lesz kirekesztő. Az nyitott lesz mások felé. Az nyitott lesz mások problémái felé is, mások gondolatai felé is, de ugyanakkor meggyőződéses is. Itt gondolok arra, hogy aki meggyőződéses, az azt is jelenti, hogy ragaszkodik az elveihez, de ugyanakkor hajlandó arra, hogy meghallgasson másokat, döntési helyzetben képes határozottan dönteni, de képes a döntéseit felül is bírálni, hogyha szükség van rá, és ennek alapján mérlegelni, hogy mi legyen a következő lépés. Azt hiszem, ez sem olyan könnyű. Mert még döntést csak-csak tudunk hozni, van, akinek ez is esetleg nehézséget okoz, de az, hogy én elismerjem, hogy valamiben tévedtem, vagy hibáztam, vagy nem volt jó az a döntésem, és akár még ezt el is ismerjem, az már egy nagyon nehéz dolog. Ez már tényleg nem jön belőlünk, az emberi természetünkből, ez már csak fölülről jöhet. És az első még egyszer, amit szeretnék kiemelni, hogy Jábecnek az Istennel való kapcsolata volt rendben. És mivel rendben volt az Istennel való kapcsolata, és szoros viszony fűzte az Istenhez, és az ő útjain járt, ezért válhatott nagyra becsülté, tisztelté, és ezért emelkedhetett ki a többiek közül. És akkor most nézzük meg azt a különleges imádságot, amit itt olvashatunk a 10. versben. Részleteiben 3 részre szeretném, illetve 4-re osztani. Az első, hogyha megáldanál, vagyis bárcsak megáldanál engem.
Mit is jelent az, hogy megáldani? Pont beszélgettünk délelőtt a fiatalokkal arról, hogy ezt olyan nehéz megragadni és megfogalmazni, mi is az, hogy áldás. Én megpróbáltam csokorba gyűjteni, hogy én mit gondolok áldás fogalom alatt, de természetesen ezt, ha tovább gondoljátok, akkor sok minden más és sokkal árnyaltabb is lehet majd ez a kép. Én azt gondolom, hogy áldás azt is jelenti, hogy jó dolgok történnek velem, és azt is, hogy jó dolgokat kívánni a másiknak. Gondoljatok arra, hogy nem régen volt új év, és ilyenkor kívánunk egymásnak mindenféle szépet és jót, és Isten áldását. Belegondolunk-e abba, hogy mit kívánunk ilyenkor, amikor az isteni áldást kívánjuk? Vagy amikor az ároni áldás elhangzik? Vagy bármilyen más alkalommal, amikor az Isten áldjon meg benneteket, vagy áldjon meg téged? Hogy mit kívánunk? Mi az a jó, amit kívánunk a másiknak? És miért olyan fontos az áldás valakinek az életében? A korabeli szokás szerint mindig az elsőszülött férfi volt az, aki áldást örökölt, különleges áldást. Miért volt ennek akkora jelentősége? Én azt gondolom, hogy azért, mert mindent így fogalmaztam meg magamnak, minden olyan dolgot jelent az áldás, ami javunkat szolgálja. És ez nem biztos, hogy mindig azt jelenti, hogy ez nekünk kellemes vagy jó érzést jelent. De attól még a javunkat szolgálja. Lehet egy negatív esemény is, egy nehéz élethelyzet, egy nehéz körülmény is lehet áldás. Nehéz emberek is jelenthetnek áldást, akikkel nehéz együtt élni. Ugyanúgy szolgálhatja a javunkat. Mert ha minden, gondoljatok bele, ha minden vágyunk teljesülne, amit mi kigondolunk, nem tanulnánk meg engedelmesek lenni. Nem tanulnánk meg azt, hogy megelégedettek legyünk azzal, amit kaptunk az Istentől. Nem lennénk elég türelmesek, mert nem kéne miben türelmesnek lenni. Talán azt gondolnánk, hogy a magunk keze szerezte azt a jót nekünk. Tehát nem lennénk elég hálásak sem a Jóistennek. Nem éreznénk a függőségünket, hogy egyedül bármire képtelenek vagyunk. Sok-sok minden olyan dolgot nem élnénk meg, amit a nehezebb életkörülményekben megélhetünk. Ezekben a helyzetekben derül ki igazán számunkra az, hogy Istenre számíthatunk, hogy rá mindig támaszkodhatunk. Az ilyen helyzetek mutatják meg azt, hogy milyen lélek lakik bennünk, hogy mik azok a rejtett tulajdonságaink, amiktől még meg kell szabadulnunk ahhoz, hogy az örök életre alkalmassá válhassunk. Mert hogyha minden jó körülöttünk, akkor ezek nem derülnek ki, nem jönnek felszínre. Tehát áldás lehet akár még egy nehéz élethelyzet vagy körülmény is. És akkor is, hogyha nekünk ez fáj, így tudunk megtanulni ráhagyatkozni és bízni az Istenben. Így tanulunk meg kitartani különböző helyzetekben. És mit jelenthet még ezekben a helyzetekben az áldás? Az, hogy nem függ a körülményektől, az, hogy mi nekünk lelki békénk és nyugalmunk van. Lehet, hogy tombol körülöttünk minden, és egyre inkább olyan világot élünk, amiben minden zaklatott. De milyen jó tudni azt, hogy lehet békességünk, és lehet nyugalmunk, ettől függetlenül is, mert az Isten meg tud ebben is áldani, hogy békét és nyugalmat ad számunkra. Tőlünk függ, hogy hogyan fogadjuk ezeket a helyzeteket. Jábes életének minden helyzetét én azt gondolom áldásként tudta felfogni. Ugye úgy kezdtem, hogy valószínűleg nehéz életkörülményekből indulhatott, de el tudta fogadni. A legnagyobb áldás, mi a legnagyobb áldás? Az én gondolatom szerint az, hogy Isten a saját egyszülött fiát adta számunkra. Nem volt elég drága neki, nem sajnált semmit azért, hogy minket majd az ő gyermekeiként, az ő országában magával együtt tudhasson. Képes volt a saját fiát is feláldozni értünk, elküldeni. Ő pedig képes volt arra, hogy ide leszülessen a földre, végig csináljon egy csomó nyomorúságos évet, sok megvetettséget, nélkülözést, és mennyi-mennyi kísértést, amivel a sátán folyamatosan támadta, azért, hogy nekünk örök életet szerezhessen. Az ő vére a legnagyobb áldás, amit csak kaphattunk az Istentől. Az ő kegyelme jóságának és a szeretetének a legnagyobb ajándéka. Ha az Isten
az ő lelke által bennünk élhet, és Krisztus, ami megváltónként tekinthetjük, akkor azt gondolom, hogy a legnagyobb áldások várnak ránk a legnehezebb életkörülmények között is. Viszont ha őt nem igényeljük, és magunk éljük a magunk életét ő nélküle, akkor bármilyen jó lehet az életünk, az örök élet áldása nem lehet a miénk. Hiszen a másik legnagyobb áldás, azt gondolom, az örök élet reménysége. Mózes 5. könyvében így fogalmaz Mózesen keresztül a Jóisten: az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Választ azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. Ugye itt az örök életről beszél már, hogy választhatunk, hogy hogy éljük meg a hétköznapjainkat, hogy éljük meg azokat az áldásokat, amit tőle kaptunk. Azon kívül még nézzük, milyen áldásokat kaphatunk. Kapunk képességeket, talentumokat. Mindenki kap. És sokan szokták magukat leértékelni, vagy nem tartják magukat elég fontosnak és értékesnek. Ha arra gondolunk, hogy az Úr Jézus az ő életét adta értünk, már csak ezért is gondolhatjuk azt, hogy értékesek vagyunk. Az első talentum, amit kaptunk, vagy ajándék, az, hogy egyáltalán élhetünk. Gondoljatok arra, mennyi embernek nincs például otthona, nincsenek hozzátartozóik, és milyen jó, hogy nekünk otthonunk, meleg ruhánk, élelmünk lehet. Milyen jó, hogy van szerető családunk, van gyülekezeti közösségünk, akikkel egy hitben, egy szívvel, lélekkel az Istennek szolgálhatunk. Mekkora ajándékok ezek? Sokan óriási csodákra várnak, pedig a Reményik Sándor a Csendes Csodák versében megírja azt, hogy milyen pici dolgoknak örülhetünk, és milyen kicsi dolgok is csodák az életünkben. Egy pici maga, hogy kibújik, és fává növekedik, de sok-sok mindent sorolhatnék. Az emberi élet önmagában is csoda. És annyi minden ajándékot kaptunk még ezen kívül. És még ezekkel kaptuk ráadásként a képességeket. Ki beszélni tud, ki írni, ki rajzolni, ki csak a maga jelenlétével, ahogy sugárzik az örömtől. Mindenki kapott valamilyen feladatra képességeket. Ne hagyjuk, hogy a sátán azt mondja nekünk, hogy te értéktelen vagy. Mindenki értékes, Isten szemében is, és a mások szemében is, és lehet tiszteletre méltóra becsült. Milyen jó az is, hogy minden ember kaphat az Isten áldásaiból. Ő nem rekeszt ki senkit. Nem kezd kategorizálni, mint ahogy mit te megérdemled, te nem érdemled meg. Te jársz az én utámon, téged megáldalak, te nem jársz, te nem kapod meg. Hányan irigykednek, ahogy Dávid is mondja, a gonosztevőkre, mert jól megy dolguk. Mindenkinek ad az áldásaiból, de árasztani csak arra tudja, aki az ő útjain jár. És miért ad mindenkinek áldást? Mert szeretné, hogyha megismernék az ő végtelen kegyelmét és szeretetét. Áldások a kirendelések is. Hányszor van olyan, hogy pont akkor ér oda valaki, amikor nekem szükségem van rá. Nem megy el az orrom előtt az a busz. Pont akkor van árveszállítás, amikor nekünk szükségünk van rá. Pont akkor érkezik valamilyen anyagi forrás, amikor szükségünk van rá. Pont akkor jön egy olyan ember meglátogatni, amikor lelkileg olyan állapotban vagyok. Hány számtalan és számtalan kirendelést kapunk a Jóistentől? Csak észre kell őket vennünk. Gondoljatok arra, hogy micsoda áldás, hogy nincs véletlen az életünkben. Hogy semmi nincs véletlen. Minden, amit kaptunk, és minden, ami velünk történik, az Istennek a keze munkáját dicséri. Hogy ő vezetget bennünket, és hogy nem történhet olyan velünk, ami az ő tudtán kívül történne. Ez is micsoda ajándék, és milyen áldás. Aztán hadd mondjam el, hogy mit ír a bibliai nevek és fogalmak szótára arról, hogy áldani. Áldani azt jelenti valakinek az isteni üdvöt közvetíteni, vagy valakinek az igazi boldogságáért imádkozni, amely kizárólag a Jézus Krisztussal való mély közösségben található meg. Mi most pont a boldog mondásokról beszélgettünk az előzőekben a fiatalokkal, és milyen jó tudni azt, hogy ez is benne van az áldások között, hogy ő megmutatta a boldogsághoz vezető igaz utat. És figyeljétek meg az elejét, hogy fogalmaz ez a szótár. Valakinek az isteni üdvöt közvetíteni. Áldást jelent az, hogy mi nekünk a Szentírás közvetíti
az üdvösségnek a lehetőségét és útját, és hogy mi lehetünk ugyanilyen tolmácsok, és mi is továbbadhatjuk az áldást, mi is továbbadhatjuk az isteni üdv lehetőségét. Amikor áldást kívánunk a másiknak, ezt is kívánhatjuk, hogy bárcsak az Isten üdvözítene, örök életbe együtt lehetnénk. Gondoljunk erre is, amikor másiknak áldást kívánunk. De hogy áldás-áldás legyen, az bennünk dől el. Biztos sokan ismeritek az Élet játéka című történetet, vagy könyvet, és annak nyomán a Pollyanna című filmet, ahol Pollyanna, a kislány, mindig valaminek tud örülni. Játssza az úgynevezett örömjátékot. Mikor válhat áldássá az áldás számunkra? Ha minden nap megtanulunk örülni. Ha minden nap megkeressük azt, hogy aznap minek örülhetünk, még akkor is, hogyha nehéz helyzetben vagyunk. Bennünk dől el, hogy áldásként vagy átokként fogadunk valamit az Isten kezéből. És milyen szépen fogalmazza meg Kölcsei, ezt is hadd olvassam el. Szívedben és fejedben ezerféle erő szendereg, mit felkölteni is, kifejezni és alakítani a te dolgod. Egy azon személy teheti magát jóvá vagy gonoszá, bölcsé vagy esztelenné, indulat és körülmény rabjává vagy urává. Rajtunk dől tehát el, hogy rabjává válunk, vagy szenvedőivé egy-egy élethelyzetnek, vagy túl tudunk jutni rajta, és az Isten segítségével uralkodni rajta. De lépjünk tovább, és nézzük meg a második kérés, második részét is. Az én határomat megszélesítenéd. Mit is jelent a határ megszélesítése? Ha valaki nagyobb bőségben van, több földje van, több lehetősége van. Ez több erőfeszítést is igényel, és ezzel együtt, hogy több erőfeszítést igényel, több felelősség is tartozik hozzá. Ő nem azt kívánta, hogy gazdagabb legyen. Ő valami egész másról beszél. Tágabb lehetőségeket kívánt arra, hogy az Istent szolgálja. Gondoljatok a gyerekekre. A gyerekek is mindig tágítják a saját lehetőségeiket. Már ezt is meg tudom csinálni? Nem. Én szeretném, én már tudom. És azzal tud fejlődni, hogyha engedjük, hogy amit már ő képes megcsinálni, azt megtegye. Így tud fejlődni. Úgy fogalmaztam meg, hogyha a mi határainkat nem akarjuk szélesíteni, akkor lelki izomsorvadásban fogunk szenvedni. Lehet, hogy ez fájdalommal jár, mint amikor a gyerek is nő, fájnak az izmai, azt hiszem, ezt mindannyian megéltétek, a csontjai, az izmai a növekedéstől, de ez elengedhetetlen feltétele a növekedésnek. És ugyanígy lelkileg is akkor izmosodunk, hogyha ki tudunk lépni, merünk bátran kérni ilyet az Istentől, hogy tágítsa a lehetőségeinket. Ez a fejlődés feltétele. Mert a keresztény életben nincsen stagnálás, nincs megállás. Vagy fölfelé építkezünk, vagy pedig lefelé süllyedünk. Meg kell ismernünk azokat a képességeket, amiket Istentől ajándékba kaptunk, és ezeket kell elkezdenünk használni. Először még kicsiben, aztán egyre többet, és kérni az Istent, hogy mutassa meg, hogy mi mindenben tud minket használni és alkalmas eszközeinek tenni. Hogy hogyan tudjuk őt szolgálni, hogyan tudjuk mások felé az igét is közvetíteni. Ugye Zsoltár író Mózes is azt mondta, legyen az Úrnak, ami Istenünknek jókedve mi rajtunk, és ami kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és ami kezünknek munkáját tedd állandóvá. Milyen munka állandóságról beszél? Ugye a fáraók azt hitték, hogy ha megépítik a nagy piramisaikat, akkor majd nem merül feledésbe mindaz, amit ők tettek. Hát bizonyos szinten igaz, de azért azokat is az idő elpusztította. Egyetlen egy dolog nem pusztul el, az emberekért végzett szolgálat és munka, a lélekmentés szolgálata. Valahol erről beszélt Mózes is, és Jábes is. Mi sokszor kívánságlistákat állítunk föl, vagy vagyonra, hatalomra, elismerésre akarunk vágyakozni, de nem abban az értelemben, amiben Jábes. Valahogy kicsit szeretnénk irányítani, gazdagok lenni, kicsit a másik fölött uralkodni. De mit mond a Szentírás? Az Úr Jézus így fogalmaz, aki gazdag akar lenni, legyen mindenki szolgája. A mennyei karrierépítés valami egészen más, mint a földi karrierépítés. Ott növekedni és gazdagodni azt jelenti, hogy a másokért való élésben és szolgálatban gazdagodni.
Gondoljatok az apostolokra. Szegények voltak, egyik helyről mentek a másikra. De mit mondtak? Hogy pénzem nincsen, de azt adom, amit az Istentől kaptam, a názáreti Krisztus nevében. Kelj fel és járj! Sokkal nagyobbat adtak, mint hogyha alamizsnával segítettek volna. Az volt a célja Mózesnek is, Jábesnek is, és ez kell, hogy a mi célunk is lenni, hogy minél több embert az Istenhez vezessünk, hogy a körülöttünk élő emberekkel az Isten valódi természetét mutassuk be, hogy észrevegyük, hogy kinek van ránk szüksége, hogy bölcsen járjunk el, hogy megmentő és hálás szeretettel viszonyuljunk az Istenhez és embertársainkhoz is. Hogy ne legyünk előítéletesek, és így tágítsuk a mi határainkat ilyen értelemben, hogy a mi lelkünket tegyük nyitottá más emberek számára. Hogy elszántak legyünk, hogy megalázzuk magunkat, ehhez a saját természetünkön ki kell törni, mert másként ez nem működik. A Korintusi második levélben azt írja Pál apostol, az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, teljes elégségetek lévén, minden jó téteményre bőségben legyetek. Figyeljetek meg, mit mond, amiről Jábes beszél. Akkor tud megáldani, akkor tudja a határainkat szélesíteni, ha a jó téteményre vagyunk bőségesek. Ha abban vagyunk bőségesek, hogy hogyan segítsük mindazokat, akik körülöttünk élnek. A mi szeretetünknek a határait is ki kell tágítani, abban is növekednünk kell. És itt hadd említsek három példát. Elizabeth Elliot történetét valószínűleg sokan ismeritek. A férjét az Auka indiánok lemészárolták misszionáriusként. És ő mit csinált? Ezekhez az emberekhez ment el szolgálni, mert szerette őket. Gondoljatok Teréz anyára, Müller Györgyre, és az ő életük talán még ismertebb, nem is sorolnám tovább idő hiányában. De ők ki tudták tágítani az ő szeretetüket mindenki iránt. El tudtak menni olyan helyekre, és el tudtak vállalni olyan szolgálatokat is, amik nem szeretem szolgálatok, és nem könnyű szolgálatok. Mert ők hagyták, és kérték azt, hogy az Isten tágítsa ki a lehetőségeiket. És nézzük a harmadikat. A harmadik gondolat így szól. A te kezed, és a görög fordításban ez is benne van, állandóan velem lenne. Tehát nem csak, hogy velem lenne, állandóan velem lenne. Miért? Mert az Isten az erő és az útmutatás forrása. Ő az, aki felemel és vezet bennünket. A mi életünk egyre inkább kaotikus, egyre inkább labirintusos, ha körülnézünk a világban. Olyan nehéz eligazodni a sokféle szemlélet és irányzat között. Jábes tudta azt, hogy minden lépéséhez az Isten vezetésére van szükség. Ugyanezt fogalmazza meg Dávid is, és ugyanezt fogalmazza meg Salamon is, amikor azt mondja a templom szentelés előtt, most azért adj nékem bölcsességet és tudományt, hogy a te néped előtt mind ki, mind bemehessek, mert vajon kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet? Ifjúként került trónra, és az Isten megkérdezte, hogy mit adjon neki. Ez volt a kívánsága. Bölcsességet kért, és az Isten vezetését kérte a kormányzására, mert érezte, hogy egyedül erre alkalmatlan. Az életútvesztőiben mi is sötétben tapogatózunk, hogyha az Isten nem vezet bennünket. Ők érezték a kicsinységüket, és érezték a természetük gyengeségeit is, és hogy ezzel nehéz boldogulni. De nekem nagyon megragadó az a kép, ahogy Jábes arról beszél, hogy a keze legyen velünk. Miért nem azt mondta simán, hogy legyél velem, vagy őrködj felettem? És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy ha egy gyermek és felnőtt viszony, vagy szülő viszonyban gondolkodom, mire is való a kéz? Azzal a kézzel lehet simogatni, a kézzel lehet ölelni, a kézzel körül lehet venni valakit, és oltalmazni lehet, meg lehet védeni. Azzal a kézzel lehet bátorítani. A kézzel be is lehet fedezni valakit. Lehet terelgetni. Ugye, amikor a kisgyerek próbál járni már egyedül, és akkor úgy terelgeti a szülő. Vagy gondoljatok arra, amikor megfogja a kezét, és biztonságban érzi magát, biztonságot nyújt. Lehet, hogy valaki idegen közeledik, akkor mit csinál a gyerek? Odaszalad, és megfogja a szülő kezét, mert tudja, hogy ott nem érheti baj. Vagy gondoljatok arra, hogy ezzel a kézzel azért inteni is lehet, és fegyelmezni is lehet. És erre is szükség van. Ha kell, simogat, ha kell, akkor fegyelmez ugyanaz a kéz, vagy nevel.
És azt gondolom, hogy ezért ezt a képet választotta Jábes. Mert ebben tulajdonképpen az élet minden területe benne van. Hogy az Isten, hogyha az ő vezetését kérjük, akkor tud segíteni, bátorítani, körülölelni, vigyázni, óvni, terelgetni, inteni, fegyelmezni. Ugyanúgy, mint ahogy a szülő a gyermekét. És hogyha kell, és elesünk, vagy megbotlunk, akkor fel tud emelni. Ha pedig sebeket hordozunk, ugyanazzal a kézzel be tud kötözni bennünket, és meg tud gyógyítani. Ne feledkezzünk el erről sem, hogy neki különleges módon a keze milyen segítségünkre lehet. Ő tud bátorítani, ő tud megnyugtatni bennünket, ő tud helyes útra terelni, ami biztonságos, hiszen annyi csapda vesz bennünket körül, amit egyedül sokszor nem veszünk észre. És ő viszont ezektől a csapdáktól is meg tud védeni, mert tudja, hogy a kezét mikor, mire használja, és nem keveri össze. Sokszor azt szokták mondani, hogy Isten keze nem ver bottal. Ez micsoda egy téves szemlélet, milyen rossz kép az Istenről. Az Isten tudja, hogy a kezét mikor, mire használja. Azt mondja, nem hagylak el, sem el nem távozok tőled. Az ő jelenléte mindig nyilvánvalóvá lehet az életünkbe, ha mi ezt igényeljük. És milyen jó ezt akkor is tudni, amikor nehéz élethelyzetben vagyunk. Olyan szép a Zsoltár ige, hogy elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartott kezed. Elől is, hátul is, és fölöttünk is ott a védelem. Nincs, ahol elérjenek. Ugye pajzs, páncél az ő hűsége. Gondoljatok erre is, amikor imában fordultok a Jóistenhez, hogy az ő keze legyen velünk, mert szükségünk van rá. És végül a negyedik kérésre térnék rá, hogy minden veszedelemtől, más fordítás szerint bajtól és gonosztól megoltalmaznál, hogy bút ne lássak, vagy más fordításban ne érjen fájdalom. Tehát veszedelemtől, bajtól, gonosztól védjen meg, és hogy ne lássunk bút, vagy ne érjen bennünket fájdalom. Amikor a kánaáni letelepedéskor valaki valami területet meg akart szerezni, az együtt járt azzal, hogy csatázni is kellett. Mint ahogy Jábesnek is feltehetően a kánaániakkal. Nekünk is kell csatázni. Ha más nem, saját magunkkal és a saját természetünkkel. Az Istennek való szolgálat határait, ha ki akarjuk terjeszteni, akkor az mindig azt jelenti, hogy harcolnunk kell önmagunkkal. A saját természetünkkel, a kísértésekkel. Lelki és fizikai veszély is várhat ránk, és érhet bennünket kapcsolati szinten is lelki sérülés. Sok minden nehézségnek lehetünk kitéve. Ezekben a helyzetekben mi hajlamosak vagyunk arra, hogy elcsüggedjünk, elkeseredjünk, aggodalmaskodjunk, megijedjünk. Nem az a baj, ha ez megszületik, ezt a Jóisten is tudja, hogy ezek az érzések megszületnek. Csak ne maradjunk meg ebben az állapotban. Ne stagnáljunk egy ilyen helyzetben. Mit csinált Mózes, amikor ki kellett vezetnie Egyiptom földjéről Izrael népét? Belelépett a Vörös-tengerbe. Ki kell lépnünk a kényelemből. Neki is bele kellett ahhoz lépnie, hogy az ellenségtől megszabaduljon. Sokszor mi kényelmes, fogyasztói, hívői életet élünk. Eljövünk a gyülekezetbe, jól érezzük magunkat a hétköznapokban is, úgy gondoljuk, hogy kifizetjük a Jóistent azokkal a cselekedetekkel, amit teszünk, de a Jóisten nem ezt várja tőlünk. Ő azt várja, hogy lépjünk ki a megszokott kényelemből, még akkor is, hogyha ez küzdelemmel jár, akkor is, hogyha ez csatával jár, és merjük felvállalni a hitünket, merjük felvállalni, hogy másként gondolkodunk, mint azok, akik körülöttünk élnek. Sokszor talán nem merünk eléggé nyitni a munkatársaink, szomszédaink, ismerőseink felé az Isten igéjével. De ő azt kéri, hogy nyissunk még akkor is, hogyha ez nehézségeket fog okozni. Mert az ő szeretete ki fogja a szívünkből a félelmet űzni, és meg fogja oldani az élethelyzeteket. Ő nem azt kérte az atyától sem, hogy vegyen ki bennünket a világból, hanem őrizzen meg a gonosztól. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog baj érni, hanem azt, hogy azokban a helyzetekben ő őrködni fog tudni felettünk. Ő fog tudni megvigasztalni Szent Lelke által, és vezetni és bátorítani. Nem külsőségekre gondolok, amikor azt mondom, hogy merjük megvallani a hitünket. Nem arra gondolok, hogy mit eszem, mit nem eszem, szombat mire való nekem, a tized, az egyéb külsőségek, hanem ahogy gondolkodunk,
és visszautalok az elejére, ahogy beszélünk, amilyen magatartással fordulunk embertársaink felé, amilyenek a cselekedeteink, visszautalok az elejére még egyszer, az fog tiszteletet nem csak magunk számára, hanem az Isten számára biztosítani. És nekünk az nagyon fontos feladatunk, hogy az Isten iránti szeretetet és tiszteletet elérjük azokban, akik körülöttünk élnek. Nem biztos, hogy mindenki pozitívan fog állni ezekhez a kezdeményezéseinkhez. Tehát nem biztos, hogy mindenki tisztelni fog bennünket. De ne csüggedjünk akkor sem, hanem az életünkkel tegyünk bizonyságot az Istenről, az ő szeretetéről, újjáteremtő, megmentő kegyelméről, megváltó hatalmáról. És kérjük mi is azt, hogy védjen meg az ártásoktól, a gonosz támadásaitól. Lehet győzni kevéssel is, a mi kevés erőnkkel is. Azt mondja Pál apostol, hogy az ő ereje, az Isten ereje, az ő erőtlensége által ér célhoz. Fogalmazzunk akkor így, az Isten ereje a mi erőtlenségünk által tud célhoz érni. Vagy mit mondott Gedeonnak az Úr Jézus, a Jóisten? 300 férfiú által szabadítlak meg titeket, akik nyaldosták a vizet, és adom Midiánt kezedbe. Egy hatalmas, több ezres, tízezres sereget kellett legyőzni. 300 emberrel sikerült. Miért? Mert az Isten velük volt, és megőrizte őket a bántástól, ártástól. De mit mond a három héber ifjú, amikor a tüzes kemencébe vették őket? Ha nem tenné is. Ez az igazi hit, amit tőlünk vár Isten. Ha nem tenné is, hogy megszabadít, akkor is bízunk benne az ő hatalmas erejében és szeretetében. Oltalmat tőle kaphatunk, ezt ne felejtsük el sosem. Ehhez viszont, hogy ezeket elérjük, az igazi áldásokat, azt, hogy tiszteljenek bennünket, megbecsüljenek bennünket, hogy nekünk sok szolgálati lehetőségünk legyen, és kitágítsa a mi határainkat, és hogy meg tudjon bennünket oltalmazni. Arra van szükségünk, hogy tiszta szívet tudjon bennünk teremteni, és megerősíteni az erős lelket. És zárásképpen csak össze szeretném foglalni, hogy amikor imádkozunk, hogy tudjuk ezt a négy alapelvet magunkévá tenni. Mindig nézzük meg azt, hogy milyen formában hozott áldást Isten a mi életünkbe. A jó és kevésbé kellemes dolgokkal egybevetve. És mondjunk érte köszönetet. Ne felejtsünk el hálát adni ezekért a dolgokért, és kérjük, hogy továbbra is kísérjen az ő áldása. Ha ezt megtettük, akkor a második lépésként gondoljuk végig, hogy milyen tehetséggel, milyen képességekkel, milyen talentumokkal rendelkezünk, és kérjük azt, hogy segítsen ezeket kamatoztatni, felismerni és használni. Mi az, amit tőle kaptunk, hogy az ő szolgálatába állítsuk? Hogy ő az ő eszközeiként, jó eszközeiként tudjon bennünket használni. És ne féljünk attól, hogy újba fogjunk, mert Isten, ahova küldött, ott meg is fog bennünket segíteni. Harmadik lépésként gondoljuk végig azt, mikor segített rajtunk. Állítsunk fel magunk számára emlékoszlopokat, és idézzük fel ezeket nehéz életkörülményeink között. Én megtanultam egy barátnőmtől, és azóta ezt alkalmazom, hogy minden nap írok olyan, mint egy napló, de igazából ilyen Istennel vezetett napló. Minden nap leírom azt, hogy miért lehetek hálás aznap a Jóistennek. És egy nehéz nap után is leülök, és végig gondolom azt, hogy milyen áldást kaptam az Istentől. És szilveszter este ezt végig is olvasgattuk, és olyan jó volt visszatekinteni egy évre, hogyha csak azok maradtak is meg, amiket leírtam. És ezt ajánlom nektek is, hogy vessétek papírra, és nézzétek vissza nehéz élethelyzetekben, mit köszönhetünk az Istennek, milyen áldásokat kaptunk. És találjunk, mint ahogy Poliannát idéztem, minden nap örülnivalót. Kérjünk több erőt és útmutatást és vezetést és az ő kezének erejét. És végül kérjük az Isten oltalmát a lelki és fizikai nehézségekben egyaránt. Ne azt kérjük, hogy a szenvedést vegyek, hanem hogy azokban adjon erőt, és hogy a gonosz ne tudjon nekünk ártani. Hiszen, mint ahogy az ige írja, mint ordító oroszlán járszerte a sátán, egyre inkább keresve kitnyeljen el. Ne engedjük, hogy elnyeljen bennünket. Kérjük az Isten segítségét. Szeretném idézni végezetül Zsoltári igét, pajzs és páncél az ő hűsége.
ne feledkezzünk el erről sosem, és kívánom azt, hogy mi is világító szövétnekek legyünk. Legyünk olyanok, akik az emberekhez eljutatjuk a reménység üzenetét, a szeretet üzenetét, az Istentől jövő békesség, szeretet és megváltás lehetőségét. Ebben a romlott sötét világban vigyünk melegséget, vigyünk békességet és vigyünk szeretetet. Ezt kívánom mindnyájunknak az ő kegyelméből. Amen.